Szeretném bemutatni nektek páromat, Hegedűs Fuzsit. Én pedig szeretném mutatni páromat, Ringulár Benjamint. És kérem, nézzétek meg a következő videót. Gratulálok a táncotokhoz, és Fruzsi, engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy hogy született meg az ötlet, hogy született meg a tánc, és mit kell tudni rólatok? Rólam azt kell tudni, hogy igazából 9 éve táncolok már, és most éppen a Joy Dance Mozgás és Tánc Stúdió Egyesületnél táncolok. Nagyon szívesen ajánlom mindenkinek, és ez az ötlet az egész úgy kezdődött, hogy mivel én egy új diák vagyok, ezért ezt a sulit választottam, és nagyon-nagyon jó neki volt. És amikor idejöttem, akkor meghallottam, hogy itt van egy olyan diák, és pont az osztályomban, hogy aki táncol. És nagyon-nagyon örültem ennek, és hogy pont fiú, mert fiúkat is keresünk, szóval mindenkit szeretettel várunk ott a Joy Dance-be. És azokról is hallottam, hogy éppenséggel nagyon-nagyon jó eredményeket ért el, és gondoltam, hogy ha megy valamennyire beleszoktam a környezetbe, akkor elhívnám ugye táncolni. Először még csak így itt a suliba egy kis fellépés, és akkor utána még a továbbiak is. És megkérdeztem, hogy lehet-e
igazgató urat és meg mindenkit, hogy lehet-e itt a suliba táncolni. Meg hát a Bencsit is megkérdeztem, és nagyon jól reagált erre. Benji, hogy reagáltál? Mit éreztél, amikor meghívott Fruzsi a táncra? Hát én boldog voltam, mert már nagyon régen léptem fel táncra itt a suliban. Hát így feldobott meg minden, jó, táncoljunk. Ja. És ugye a következő bulin, mert ugye vannak nálunk bulik. Amikor én jöttem, mentem a folyosón, elcsíptem a próbátokat, és hát nagyon sajátságos módon próbáltatok. Mi volt ez a sajátságos módszer? Hát igazából sokszor magnót kértünk, de amikor így hirtelenből, ugye gyorsan próbálni kell, meg akkor már vége van az óráknak, de mennem kell, meg ilyesmi voltak a helyzetek, akkor telefont elő, és akkor telefon a kézbe, mindent, amit csak lehetett próbáltunk. Az osztálytársaitok hogyan fogadják a fellépéseket? Egészen jól, és mivel ez az osztály is egy ilyen nagyon-nagyon jó összeszokott csapat, ezért nincsen, hogy éppen most őkben jobbak tőlünk, úgymond, akkor nincsen, hogy kiközösítenek meg ilyesmi, szóval ők is nagyon jól fogadják, meg gratulálnak is nekünk, hogyha sokszor jól sikerül, szóval nagyon jó. Jó, hát gratulálok a szereplésetekhez. Mikor látunk benneteket legközelebb? Következő. Értem. Jó. Kíváncsian várjuk. Most pedig megmutatjuk a nézőiteknek a másik táncot is.